Pozsár Eszterrel beszélgetek, a kiváló szaxofonos hölgyel, ugye, aki nemrég ünnepelt egy nagyon szép kerek születésnapot egy nagyszerű koncerttel. Hadd kérdezzelek először a koncertről, hogy milyen élmények maradtak benne. Tudom, hogy nagyon jól sikerült, csak szeretném, ha egy picit mesélnél róla, hogy hogyan zajlott ez a nagyszerű koncert. Szervusz, Laci! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát egy nagyon utolsó pillanatos koncert volt. Nagyon örülök, hogy egyáltalán megvalósult. Valahogy pont abban a pillanatban szerveződött ez a dolog, amikor mégis már nyitva volt minden. Ugye itt a pandémiás helyzet nagyon erősen rányomta a bélyegét a szervezésre. Igazából már majdnem egy fél évvel előtte megállapodtunk a BMC-vel, hogy mikor lesz ez a koncert, és nagyon örülök, hogy ott tudtam szervezni ezt a számomra jeles eseményt. És hát először is gondolkodtam azon, hogy kiket szeretnék meghívni, és még a 40. születésnapi koncertemen sikerült majdnem mindenkit meghívni. Aztán rájöttem, hogy most már ez a fél évszázados évfordulón nem fog megvalósulni, vagy nem tud megvalósulni, mert nem fér mindenki fel a színpadra, akivel én játszottam az elmúlt évben húzamosabb ideig. És az volt a rendező elv végül is, a múlt jelen és a jövő. Tehát akivel sok évet együtt zenéltem, akivel jelenleg is működő projektem van, illetve akivel terveim vannak a közeljövőben is, és akkor így sikerült megvalósítani. Aztán változott a résztvevőknek a személye is, ugye, mert volt, aki külföldön volt érdekelt valamilyen koncertben, aztán sajnos a határokat akkor már bezárták, akkor mégiscsak el tudott jönni. Tehát iszonyatosan utolsó pillanatos dolog volt. Még két nappal előtte kérdéses volt, hogy ez létrejön-e, meg egyáltalán lesz-e közönség, és valami csodával határos módon szerintem így a sors ajándékként is az egyik legszebb születésnapi ajándékként adta nekem, hogy megvalósult ez a koncert, nagyon sokan eljöttek a pandémiás helyzet ellenére, és egy fantasztikusat zenéltünk, tehát én azt gondolom, hogy ez egy csodás születésnapi ajándék volt. A szervezők és a résztvevők részéről is. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és meg is örökítették, a keverés az zajlik éppen, és valamikor ez képi formában is majd a nagy érdemű elé fog kerülni. Hát ez nagyszerű, nagyon jó hír. Ha már említetted ugye ezt a rengeteg zenészt és rengeteg formációt, amit te játszol, és terveidben is természetesen nyilván sok minden van. Én azt gondolom, hogy te vagy az egyik olyan zenész a magyar jazz életben, vagy azok közé tartozol, akik nagyon sok formációban játszottak életükben, és nagyon sokfajta stílusú, nagyon sokfajta zsánerű zenét. Hogyan indult a te zenei pályafutásod? Hogyan kezdtél egyáltalán a hangszerrel, a zenével foglalkodni, és utána hogyan jött ebből a jazz? Az az igazság, hogy én nagyon korán elhatároztam, hogy zenész szeretnék lenni, valahogy így alapból érdekelt ez a dolog már kicsi gyerekként, és volt egy-két röpke pillanat, amikor azt gondoltam, hogy én majd csillagász leszek, vagy ez, vagy az, de azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül olyan 9-10 éves koromtól fogva én mindig zenész szerettem volna lenni. Az édesapám tanított megfurujázni, ő népi táncolt, meg furuján játszott, tehát az első dalokat azt tőle kaptam. Volt mindenféle népdalgyűjteménye ilyen kottákból, és mindig nagyon-nagyon érdekelt. Énekelt nekem, megmutogatta a fogásokat, és aztán elkezdtem zeneiskolába járni, és onnantól fogva én ott is maradtam. Úgyhogy szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy a mai napig abban a zeneiskolában tanítok, ahol én elkezdtem zenélni. És hát utána furujával kezdtem, aztán fuvolát tanultam, az én tanárnőm az Ásztai Csabáni Abafi Katalin volt, akitől rengeteget kaptam, és bátorította a zenei pálya felé mozdulással, és hát már gyerekként versenyeztem viszonylag jó eredményekkel, és megpróbáltam konziba felvételizni,
és nem vettek fel oda, ahová szerettem volna menni. Egyetlen egy dolog van az életemben, amit nagyon-nagyon sajnálok, igazából semmi más. Mindennel kivékültem, hogy annak idején nem mentem el Bart Istvánhoz Pécsre fuvolát tanulni. Biztos, hogy csodálatos dolog lett volna, hanem valahogy úgy alakult az életem, hogy aztán nyelvszakos gimnáziumba menjek, és végül is az nem jött rosszul az évek során a későbbiekben, és akkor hát arra gondoltam, hogy mégsem zenész leszek, de valahogy ez nem sikerült, a szívem mindig húzott vissza. És a gimnáziumi évek alatt elkezdtem szaxofonozni, tanulni, méghozzá Borbély Mihálytól. És aztán ez megadta a másik ilyen hatalmas lökést az életemben, és akkor már olyan körülbelül 17 évesen végleg elhatároztam, hogy én zenélni szeretnék, és akkor felvételiztem, akkor még konzervatórium volt annak a jazz tanszakára, ahová fölvettek, aztán közben főiskolásodott a dolog, megint felvételiztem, megint fölvettek, és akkor így kezdtem meg akkor még zeneművészeti főiskolán a tanulmányaimat. És a főiskolás évek alatt elkezdtem érdeklődni az indiai zene iránt, és ebben a főiskolai korszakban benne volt egy fél év ösztöndi Indiába, ahol észak-indiai klasszikus zenét tanultam. És akkor utána végeztem, elkezdtem tanítani, és mellette aktívan játszani. Én úgy tudom, hogy amikor volt ez a bizonyos indiai ösztöndi, ott egy nagyon érdekes dologban is részt vehettél, hogy Ravi Shankar lányát tanítottad európai zenére. Hát igen, ez egy nagyon röpke dolog volt. Találkoztam a Ravi Shankar családjával, ők is Delhiben voltak akkor éppen, és megismertem a kislányát, de hát ez nem egy hosszú időszak volt. Akkor Anuska még egy nagyon-nagyon pici kislány volt, és nagyon érdeklődött minden iránt, és akkor mutogattam neki a furuján a fogásokat, de ez, megmondom őszintén, igazából olyan nagyon komoly dolog nem volt. De valóban találkoztam vele, és ez a sztori ilyen formában igaz. Hogy kérdezzem meg, ez egy picit ilyen szakmai dolog, de szerintem nagyon sokakat érdekel. Ugye az indiai zenében az oktáv az több hangra van osztva, tehát ott a negyed hangoknak is komoly szerepük van. Hogy egy olyan kötött hangszere, mint a fuvola, ott hogyan lehet az indiai zenébe bekapcsolódni, vagy hogyan tudtál velük együtt muzsikálni? Hát úgy, hogy én egy indiai fuvolán tanultam, amit úgy hívnak, hogy bánszuri. Tehát nem a saját európai hangszeremen, hanem bánszurizni tanultam. És igazából ez az oktávnak a felosztására vonatkozik, ugye ők srutiknak hívják, ami egy kisebb egység, tehát nem úgy osztják fel szekundokra, ha úgy vesszük, mint az európai zenében, hanem tovább számolják az osztást, de igazából ott is megvan a 7 fokuság, 5 fokuság, és a többi, és a többi, de ugye ott a legtöbb hangszeren a lehetséges a glisszandó, illetve nem temperált hangszereken játszanak. Tehát amikor engem megkérnek arra például, hogy a bánszurival szálljak be valamilyen produkcióba, akkor minden egyes alkalommal elmondom, hogy nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Tehát ki kell próbálni, hogy a határértéken belül van-e az, amit én csinálni tudok. Mert nagyon sokan azt hiszik, hogy jó, hát akkor fogom azt a hangszert, és biztos, hogy sikerülni fog ez a dolog, vagy bárhová beilleszthető. Ez egyáltalán nem úgy van, mert nem olyan a hangszer kiképzése, tehát egy nem temperált hangszerről van szó. És igazából a úgy tudnám leegyszerűsíteni ezt az oktávnak a sűrű felosztását, hogy ugye meg lehet fogalmazni itt a két hang közötti távolságot glisszandóval is, meg felosztásokkal is. Tehát egyrészt így lehet nézni, meg akkor a nem temperált skálának a lefordítása ezekre az egységekre.
Ugye a glisszandó csak a hallgató kedvéért mondom, hogy amikor gyakorlatilag átmenettel csúszik egyik hangról a másikra. Tehát egy bun nélküli hangszere, mondjuk a hegedűn, ha elképzelik a hallgatók, hogy megfog egy hegedűs egy hangot, és mintha nincsenek bundok, tehát a teljesen fokozatosan csúszik át egyik hangról a másikra, ha az ujját áthelyezi. Hozzá kell azt tenni, csak tényleg dióhéjban, mert nem akarok most ennyire szakmai dolgokba belemenni, hogy éppen a temperálás Európában sem olyan nagyon régi dolog, tehát hogy a félhangokat, hiszen Bach ezért is írta volt temperéces klavírt, mert ugye amikor ez a hangszer akkor megjelent, ez az úgynevezett temperált hangszer, ahol mondjuk egy disz meg egy esz ugyanaz a hang, akkor egyik hangnemből át lehetett menni ugyanazon a hangszeren, de most tényleg ebben nem akarok nagyon belemenni, ne, hogy azt mondják a hallgatók, hogy én ilyen szakmai dolgokkal fárasztam. Mázol, igen. De mégis, ha valakit érdekel, akkor most egy picit erre kitértünk, mert egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. Így van. Említettem azt, hogy nagyon sok zenekarban, nagyon sok formációban játszol, ezek részben a saját formációid részben meghívnak bele, és tilárisan is ezek nagyon sok színűek. Egy picit mesélj arról, hogy ez elsőként arról, hogy életedben kik voltak azok a zenészek vagy zenekarok, amik fontosak voltak a pályafutásod során. Természetesen a saját zenekaraim jelentették számomra a legfontosabb terepet a kísérletezésre, és olyan szerencsés vagyok, hogy amikor én elhatároztam azt, hogy saját zenekart alapítok, akkor azok a zenészek, akikre én gondoltam, hogy nagyon jó lenne, nagyon jó lennének az én zenekaromban, igent mondtak. Tehát igazából olyan nagyon sok saját formációm nem is volt. Volt egy kvártettem, amit úgy hívtak, hogy Transformation, és ez több mint 15 évig működött. Elmondanám a tagokat. A Transformationnek két korszaka volt. Az első két lemezünkön a következő formáció volt. Elhinger Tibor gitározott, Frey György basszusgitározott, az ütőhangszereknél pedig Magyaró Kornél volt. Aztán volt egy kis szünet, és újra szerveztem a zenekart. És utána sajnos Kornél annyira elfoglalt volt, hogy bár jött volna velünk muzsikálni, de egyszerűen nem tudtunk próbákat egyeztetni. És akkor így történt az, hogy az ütős hangszeres poszton cserelet, és Pusztai Csaba jött a zenekarba, és vele is volt egy nagyon csodálatos korszak, amivel szintén készítettünk lemezeket, és itt nagyszerű terep volt a kísérletezésre, és számokat írtam, nagyon sokféle dolgot ki tudtunk próbálni, és fantasztikus volt, mert tulajdonképpen mindenben benne voltak, és csodásan segítettek engem ebben az útban, illetve közösen tudtunk kísérletezni, és szerintem nagyon szép eredménye lett ennek a sok éves közös munkának. Aztán voltak más zenekaraim is közben. Volt egy nagyon érdekes vállalkozás, egy szaxofon kvártett, ami állandóan ritmus szekcióval működött. Sajnos ezzel a lemezig akkor nem jutottunk el. Magánéleti dolgok jöttek közbe, többek között született egy kislányom, és aztán nem tudtam a zenekarnak a szervezését folytatni, és azért egy hétemberes zenekart, koncerteket szervezni és vinni ezeket a dolgokat nem is olyan egyszerű, de hadd mondjam el itt is a tagokat, a Saxofon Quartetben rajtam kívül Zsemje Sándor játszott, Elek István és Urbán Orsolya, aki nagyszerű jazzénekesnő, és akkor ő még szaxofonos volt, akármilyen furcsa is, és ő bariton szaxofonozott a zenekarban, amellett, hogy nagyszerűen énekelt is. Aztán ő is választási ponthoz érkezett, és nem sokkal azután, hogy abba hagytuk a koncertezést, ő úgy döntött, hogy énekesnő lesz, és már mint hogy teljes állásban, főállásban énekesnő lesz, és nem tudom érte hibáztatni egyáltalán. És a ritmus szekció tagjai pedig Nagy János zongora, billentyűs hangszerek, Frey György basszusgitár, és Szendőfi Péter dobolt abban a formációban. És én rengeteget tanultam ebben is a kamara zenélésre,
Ferencről, és a mai napig a szívem csücske a szaxofon kvártett, akár ritmuszekcióval, akár ritmuszekció nélkül. Szerintem fantasztikus lehetőségek vannak ebben a formációban. Nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokat tanultam belőle. Akkor szeretném még megemlíteni azt az időszakot, amikor Révész Rihárd zongoristával dolgoztunk együtt. Készült egy lemez is, ami összefoglalja azt, hogy mi mit is csináltunk. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus lehetőség, nagyon nehéz műfaj a duózás, de ha az ember megtalálja a megfelelő partnert, akkor hatalmas lehetőségek vannak ebben. És Ricsivel csináltunk egy lemezt, aminek az a címe, hogy Találkozás. Ugye nagyon részt vettünk több formációban, ott úgy találkoztunk Ricsivel, és akkor adódott ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk duózni. Szerencsére igent mondott, és egy nagyon kedves időszaka volt az életemnek. Próbáltam egy kicsit jobban megismerni a latin zenét, úgyhogy nagyon sokat tanította a Ricsi, és beszélt erről, és szerintem a fuvolának nagyon-nagyon jól áll ez a stílus, úgyhogy ez is egy nagyon fontos időszaka volt az életemnek. Aztán, ahogy egyre több darabot kezdtem írni, valahogy megjelent az a vágy részemről, hogy a kamarazenélés terén is próbálkozzak egy kicsit, vagy inkább a kamarazenélés irányába menni. Ugye a szaxofon mellett én mindig fuvoláztam, és fontosnak tartottam azt, hogy a fuvola az ne egy váltóhangszer legyen a kezemben, és azt gondoltam, hogy mind a szoprán szaxofon esetében, mind pedig a fuvola esetében nagyon sok lehetőség van a kamarazenélésben, hiszen a dinamikai dolgok, finomságok, azok ilyen keretek között még jobban kijönnek, és még jobban meg lehet ezeket mutatni. És akkor alapítottam meg a Contempo nevű zenekart, ami a jelenlegi formációm, és időközben találkoztam egy fantasztikus cimbalmussal, Csurkulya József az ő neve, és teljesen elvarázsolt a cimbalom, úgyhogy a mai napig barátkozom vele, rengeteg lehetőség van ebben a hangszerben. Tehát a Contempóban játszik ő, Csurkulya József. A Contempo megalakulásakor még Elhinger Tibor gitározott benne, de aztán közös megegyezésből adódóan csere történt ezen a poszton, és a jelenlegi formációban Horányi Sándor gitározik a Contempóban, illetve vagyok benne én, és fuvolázom, és szaxofonozom. És most ez a jelenlegi projekt, és nagyon sok tervem van vele. Ennek van több változata ennek a triónak, ugye az alaptrió a Contempo, és egy felkérés alapján csináltunk egy olyan programot, hogy klasszikus zene és jazz. Ez egészen pontosan a Bartók Rádiónak a klasszikus és jazz sorozatában került felszínre ez a lehetőség. És akkor kértem meg Puskás Levente szaxofonost, aki egyébként klasszikus zenész, de úgy gondoltam, hogy fantasztikusan szólna, vagy nagyon szép lehetőségek vannak abban, hogyha egy klasszikus szaxofonos csatlakozna ehhez a kamarazenei formációhoz. És nagyon jól sikerült ez a közös munka. És most nagyon gondolkodom ebben a formációban is, és az egyik jövőbeni tervem az, hogy klasszikus zenei darabokat szeretnék áthangszerelni, és kvázi improvizatívvá tenni, és azokat a témákat meghangszerelni erre a formációra.
És aztán van egy Contempo Eclectic nevű verzió is, amikor még további művészeket hívunk, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ez mindig az adott helyzettől függ, de nagyon sok lehetőséget látok ebben a formációban, és nagyon sok tervem, ötletem van ezzel kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes formáció, a Freestyle Chamber Orchestra nevű zenekar, amiben játszol. Ez is egy nagyon izgalmas projekt, ha erről egy pár szót mondanám. Így van, a Freestyle Chamber Orchestra egy nagyon különleges zenekar. A nevében is benne van, hogy freestyle. Tehát ez gyakorlatilag egy vonós kvartett, szólamokkal kettőzve időnként, egy fúvós kvartett és egy állandó ritmus szekciónak az ötvözete, ami rettenetesen sok lehetőséget biztosít a hangszerelésben és a hangzásban is. Ennek a vezetője Nagy János, és fantasztikus zenészekkel játszhatok együtt ebben a formációban. Ez is egy gyakorlatilag stílusoktól független zenekar. A fő három fő csapás irány nyilván a jazz, a klasszikus zene és a népzene, de olyan zenészek vannak benne, akik szintén nagyon sokfajta stílusban kirándultak már, és ez a sok tapasztalat és tudás, ez mind összeadódik, és nagyon szép kísérletező dolgokat csinálunk, nagyon sok szép hangszereléseket, és az a megtiszteltetésért, hogy ez a zenekar is nemrégiben szerveződött újjá, és Nagy János megkért, hogy legyek a fuvolistája ennek a zenekarnak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás, de egy rettenetesen izgalmas feladat is a számomra, és nagyon reméljük, hogy amikor a helyzet, vírushelyzet konszolidálódik, akkor tudjuk folytatni a koncertezést. Hát ezek fantasztikusan szép tervek, nagyon-nagyon jó ötletek, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok ezekhez az elképzelésekhez és ezekhez a projektekhez is, és hát egy picit utólag is, de Isten értesen, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked az elkövetkezendő évekre is. Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást is.